ez Budapest legforgalmasabb tere, a felújított Blaha Lujza tér, mégis rajta van az érzelmi térképünkön is. Nem szép, ezt mindenki tudja, de a folyamatos áramlás és tömegmozgás jellemző rá, és mindenkinek eszébe jutnak róla személyes dolgok, szakítások, randevúk, gyerekkori emlékek, és hogyha kimondjuk a nevét, természetesen becézve, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. A Blahát nem tervezték, hanem lett. Nem olyan pompásan tervezett tér, mint a Szabadság tér vagy a Hősök tere, nem hagyományos városi tér, és nem is olyan történelmi, mint mondjuk a Batthyány vagy a Ferenciek tere. A valahai Nemzeti Színház melletti kereszteződésből szinte észrevétlenül lett forgalmi csomópont. 55 éve itt adták át a főváros második gyalogos aluljáróját, 2022-ben végleg felújították, és hamarosan megnyílik régi, új ékköve a Corvin is. Vegyük például a nevét. 103 éve, tehát 1920-ban a közmunkák tanácsa javaslatára Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról nevezték el a teret, aki nem csak hogy évtizedekig itt volt színésznő az itt álló, akkor még itt álló Nemzeti Színházban, hanem itt is lakott ott a hátam mögött abban a sarokházban, ami akkor az MKKV-ház épülete volt. A tér növénykazettáinak a szegélyén egyébként kis bronzplasztikák között őt is megtalálhatjuk. Ezek egyébként az egykori Népszínház híres szerepeit, színészeit idézik vissza. Egyébként a térre nemrég kikerült székek színe, ez a bordó szín és a formája is a színház egykori zsője székeire emlékeztet. Korábban a későbbi Blahának, mármint a térnek neve sem volt. A 20. század elejéig lényegében egy nagyobb kereszteződés volt, nem nyújtott térszerű képet. A környék sokáig külvárosnak számított, amíg a lassan kiépülő körút el nem érte és át nem alakította. A fejlesztés részeként épült meg 1875-ben a Népszínház, aminek az épületét később a Nemzeti Színház kapta meg. A Népszínház, a Népszínház utca névadója is volt, ugyanis eredetileg a Népszínház utca a Rókus kórháztól indult, és a Népszínház volt illetve a későbbi Nemzeti Színház volt a páros oldal első száma, a Corvin pedig az egyes szám. Egyébként a térkőben láthatjuk azt a vonalat, ami kijelöli, hogy hol állt az eredeti színház épület, ami egyébként teljesen benyúlt a körút és a Rákóczi út felé is. A körútak teljes kiépülése, a folyamatos növekedés a környéket is átformálta, de neve még ekkor sem volt a térnek, pontosabban az 1920-as Blaha Lujza tér még sokáig nem tudta felülírni, hogy a népnyelv a teret ne MK-nek nevezze. Mi volt az MK? Egy mozaik szó, az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület neve és egy kávéház a túloldalon, ami 1894-ben nyitott meg. Az MK az évtizedek alatt népszerű zenész szórakozó helyé fejlődött, aztán átvészelte a világháborút is, a 60-as évek elején még eszpresszó büféként élt újra egy időre. Aztán jött 1966, méghozzá november 6-a este 8 óra, és átadták a főváros második aluljáróját, az MK-t, ami nyilván a szemközti kávéházról kapta a nevét, de a hivatalos átadással, az ünnepélyessel azért megvárták a nagy októberi szocialista forradalom hivatalos november 7-i ünnepségét. Föld alatti korzónak szánták, közben a tér a főváros legforgalmasabb közlekedési csomópontjává vált, ahol a nagykörút és a városon átvezető autós főcsatornává kiépített Rákóczi út forgalma találkozott. Akkor már készült az 50-es években leállított, majd a 60-as években újraindított metróépítés. A metró kijárat 4 év múlva csatlakozott az aluljáróhoz. Közben a metró alagutak és az aluljárónak a megépítésére hivatkozva 1964-ben a Nemzeti Színház épületét lerobbantották. Pedig a 16 metróállomás terv többsége az a színház meghagyásával számolt, de hiába lobbizott Major Tamás, az akkori igazgató, a színház nagyon rossz állapotban volt, és valószínűleg a metróépítés sem volt, bírta volna ki, így aztán a felrobbantása egy valódi kulturális és nemzeti sokként hatott.
A színház tehát eltűnt, kapott ugyan egy emlékkövet, és a tér nagyjából akkor nyerte el az ma is létező formáját. A túloldalon később megnyílt a főváros első éjjel-nappal nyitva levő élelmiszerüzlete, ami ma a Lidl, és egy Csokonai utcai torony pedig misztikus kapcsolatban állt a térrel, a Blahalúza térrel, ugyanis ez volt a színház víz- és tűzvédelmi tornya. Lent dolgoztak a díszlet, jelmezés, gipszműhelyek, a toronyban pedig 50 köbméter víz várta, hogy tűzveszély esetén vízfüggöny árassza el a színpadot, de a víznyomás segítségével emelték, illetve süllyesztették a függönyöket és a díszleteket is. Ha már beismertünk, van erre ígéret, készül majd a Corvinról egy külön rész is. Telkét a Kasszeli Alapítvány 1922-ben pontosan 99 évre vette bérbe, tehát ha számolunk, akkor ez éppen tavaly telt le. A német tőkéből alakult részvénytársaság 90 különböző nagyáruházat igazgatott akkoriban Európában. És valódi szenzációként itt indult el 1931-ben az első mozgó lépcső is. Nem metróépítési hőskőltemény, de azért nyilván ma már kevesen emlékeznek arra, hogy milyen nehéz volt itt ezelőtt 60 éve alagutat fúrni. 1960 tavaszán például itt a Rókus kórháznál a sok veszély közül, ami lehetett metángáz, talajvíz és a folyós homok. Itt például a folyós homok tört be egy vízszivárgás után. Elzárása nem sikerült, már a kórház összedőlése fenyegetett. Végül inkább betömték az egész alagút szakaszt, hogy a kórház omlást megakadályozzák. Autók helyett fák, ez 50 év városgondolkodási fejleménye. A tér sokkal zöldebb lett, mi is megvártuk, hogy a fák kizöldeljenek. Háromszorosára nőtt a zöld terület, és több növényszigetbe több ezer évelőt és cserjét ültettek el. Majdnem négyszer annyi a fa, ebből 9 idősebb is megmaradt, pedig a Blahán nehéz volt fákat telepíteni, annyi a föld alatti közmű és az elbontott épületek sit maradványai. Teljes talajcserére volt szükség, a 2019 utáni áttervezés eredménye a bevezetett úgynevezett Stockholm módszer is. A fahelyek jóval nagyobbak lettek, és úgynevezett szerkezeti talajjal, több mikrobiológiával és talajélettel. Erős ráncfelvarrása után sem jellemző semmi jobban a Blahalúza térre, mint az állandó mozgás és átváltozás. Budapest legforgalmasabb tere, mégis a felújított Blahalúza tér rajta van az érzelmi térképünkön is. És hogyha kimondjuk a nevét, persze becézve, hogy Blaha, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. És ha már szóba került a becézés és a Blaha budai párja, a Moszkva Szél Kálmán tér, akkor itt is volt randi óra, méghozzá 1965-ig, itt ezen a sarkon, ahol most is áll az oszlop, és állítólag az utóbbi évben egy kezdeményezés is elindult, hogy legyen a téren újra ez az óra, egy randi óra. Támogass minket a Patreonon. Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot két éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk, kívül és belül, mikrotörténetekkel és az időben ide-oda ugrálva. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.